Folyamatosan emelkedik az üzemanyagok ára Európában. Most Szlovákiába és Finnországba kapcsolunk, először Galai Nagy Emeséhez. Szlovákiában a 95-ös benzin literenkénti ára átszámítva 548 forint. Mikor emelték utoljára az üzemanyag árakat, és milyen mértékű a drágulás? Üdvözlöm a kedves nézőket, itt a mögöttem található üzemanyag töltő állomáson a 95-ös benzin literenkénti ára 1,50 €, ami átszámítva, hogy te is említetted, 548 forintnak felel meg. A gázolaj literenkénti ára valamivel olcsóbb, de még így is meghaladja az 510 forintot. Szlovákiában az üzemanyag áremelkedés egyébként folyamatos, éveleje óta érzékelhető, de jelentősebb drágulás nyár végén kezdődött. Egy összehasonlítás, például évelején még a 95-ös benzin literenkénti ára átlagosan 1,20 €-nek, azaz mintegy 430 forintnak felelt meg, és tavaly ilyenkor még 7000 forinttal olcsóbban tankoltunk a szlovákiai benzinkutakon mondjuk egy teli üzemanyagtartályt, tehát gyakorlatilag a tavalyi évhez képest 25%-os drágulás figyelhető meg a 95-ös benzint illetően. Egyébként az üzemanyagok ára nem egységes, tehát az autópályák mentén drágább, mint például így a városokban, de már a koronavírus járvány előtt is Szlovákiában számított a legdrágábbnak az üzemanyag a V4-es tagországok közül, így már korábban is, főleg a határmenti településeken élők rendszeresen jártak magyarországi benzinkutakra tankolni, így most a magyar kormány mostani szabályozása is főleg a határ közelében élőknek kedvez, azoknak, akik amennyiben oltottak, korlátozás és karantén nélkül utazhatnak Magyarországra, például egy-egy kedvezőbb tankolás céljából. Egyébként a szlovákiai elemzők úgy vélik, hogy a mostani árvágta az elsősorban a koronavírus járvány okozta válságot követő gyors fellendülésnek köszönhető, mivel megnőtt az érdeklődés és a kereslet az üzemanyagok iránt, ami azt jelenti, hogy további drágulás várható Szlovákiában. A skandináv országokban még ennél is többe kerül az üzemanyag. A drasztikus drágulás miatt Hollandiában és Norvégiában már 700 forint fölött lehet tankolni. Svédországban és Finnországban is csaknem ennyibe kerül a 95-ös benzin. Cser Attila jelentkezik a részletekkel. Mióta ilyen magasak ezek az árak, és mit szólnak ahhoz az emberek, hogy náluk a legdrágább az üzemanyag? Köszöntök mindenkit! A skandináv régióban a világ legdrágább 10 országa között vagyunk a benzinárak tekintetében. A mögöttem álló benzin kutaknál a benzin már-már eléri a 2 eurós literárat, ez pedig a legtöbbek szerint egy lélektani határ. Az emberek nagy része ennyit még hajlandó kifizetni. Meglepetésszerűen kúsztak fel az árak, itt nem nagyon beszélnek a médiában az árdrágulásról, ha csak nem keres valaki tudatosan a benzinárakra rá az interneten. A tavalyi év során a koronavírus járvány miatt nagyon alacsonyak voltak az árak, ténylegesen is közelebb voltak az 1,20-30 €-hez, mint bármikor az én ismereteim szerint az utóbbi 30 év alatt. Az viszont, hogy most majdnem 2 € egy liter benzin, ez érthetetlen. Az itteni kormányok nem nagyon foglalkoznak azzal, hogy segítsék a lakosságot, fizessenek, ha tudnak. Vagy váltsanak elektromos járművekre, vagy menjenek tömegközlekedéssel, biciklizzenek, gyalogoljanak. Kit érdekel? Mondják azok a kormánytagok, akiknek a legfontosabb az az, hogy a zöld politika keresztül menjen, és ennek égisze alatt mindent áttolnak a lakosságra, akik pedig nem értik, hiszen már nagyon sokan így is rosszul érzik magukat, hiszen a klímaváltozásból mindenki kivenné azt a részt, amit lehet már, mint hogy segítsék azt, hogy ne emelkedjen a klímaváltozás, no de közlekedni kell, mondta ezt az egyik vállalkozó. Tehát jelen pillanatban ez a drágulás, ahogy a korábbi bejelentkezésben hallottuk Szlovákiából, éveleje óta, majd nyárvége óta jelentősen emelkedett az ár. A jelenlegi árszínvonalat mellett pedig mindenki meggondolja, hogy mennyit ül autóba, hova megy, illetve átvált-e mondjuk egy elektromos gépjárműre, amelyre szintén
elég kevés az állami támogatás. November végéig például a finn állam 2000 euróval támogatja az 50 ezer euró beszerzési ár alatti elektromos gépjárműveket. Ez aztán meg fog szűnni. Nem tudjuk, hogy a jövőben az itteni kormányok mivel segítik a lakosságot. A bűntudatot már átadták, most viszont már konkrét lépésekre lenne szükség. Gallai Nagy Emesének, Szlovákiából és Cser Attilának a skandináv térségből köszönjük szépen!